Sziasztok, kedves nézőim! Ausztrália távoli és lenyűgöző ország, amely különleges állatoknak ad otthont. Itt szinte mindent lehet. Koalát simogatni, igazi aranyat bányászni, vagy búvárkodni a nagy korallzátonyon. A mai videóban azokról a csodákról lesz szó, amelyeket ez az elképesztő kontinens rejt. Az utóbbi időben az összeesküvés elmélet hívei és az igazságot keresők körében élénk a beszélgetés az Ausztráliát ketté választó kerítésről. Ami Kínának a nagyfal, az Ausztráliának a dingó kerítés. Még a 19. században kezdték építeni, és az 1950-es években vált teljessé. A több mint 5600 km hosszan elnyúló kerítés gigantikus mérnöki építmény, amely hosszú ideje vonza a kíváncsiskodókat, de még a tudósokat is. Szóval folyamatosan foglalkoztatja az embereket. De mire szolgál valójában a nagy ausztrál kerítés? Mi rejtőzik a bolygó leghosszabb kerítése mögött, és miért szigorúan tilos a hétköznapi embereknek belépni a körzetébe? Az ausztrál hatóságok megnyugtatnak mindenkit, hogy a kontinenst átszelő óriási kerítés kizárólag azért épült, hogy a házi állatállományt megóvják a dingók támadásaitól. A nagyszabású kerítésépítéssel védték meg a dingóktól a junyájakat. A dingó kerítéssel mentesítették Ausztrália délkeleti területeinek jelentős részét a közellenségnek kikiáltott állatoktól. Egyszerű halandónak szigorúan tilos megközelíteni az építményt. Sok helyen nagy feszültség alatt áll, és 6 méter magasra nyúlik. Vajon tényleg csak Ausztrália dingói és egyéb vadállatai miatt van szükség egy ilyen kolosszális, a kontinenst átszelő kerítésre, amit éjjel-nappal jelöletlen félkatonai járőröknek kell őrizni? Az ausztrál kerítés hivatalos verziója különösen ingatagnak hangzik, ha tudjuk, hogy az ország rendszeresen fordít milliárdokat az adófizetők pénzéből a bolygó leggigantikusabb kerítésére. Ráadásul ezt a hatalmas kerítést, amely az egész ausztrál kontinensen átível, ismétlem, félkatonai járőrök őrzik állandóan. A hétköznapi embereknek pedig szigorúan tilos belépni arra a területre, ahol a magas kerítés áthalad. Ha fentről nézzük, egész Ausztrália gyakorlatilag ketté van osztva. Déli részén hófőtte hegyek vannak, ahol sokkal több hó esik, mint az európai Alpokban a síelési főszezonban. Az ősi térképen Ausztráliát Terra Australisnak nevezik, és olyan szárazföldi területként jelölik meg, amely egy az Antarktisszal. És talán itt kell keresnünk nem csak Ausztrália, hanem az egész bolygó egyik nagy rejtélyét. A rendkívül hihető őslakos legendák szerint az ősidőkben szabad volt az átjárás ezen az ausztrál területen, és mindenki akadály nélkül eljuthatott az Antarktisz mítikus jégfalához, amely mögött állítólag a Föld és a többi kontinens folytatása húzódik. Kiderült volna, hogy a Földünk sokkal nagyobb, csak ezt gondosan elrejtik előlünk. Az ausztrál kerítés titkai azonban itt nem érnek véget. Nézzük meg az egyik ősi világtérképet, amelyen a Terra Australis földrész mellé egy olyan furcsa, sőt fantasztikus lények képeit rajzolták, amelyek állítólag a múltban, vagy akár a jelenben, ezen a titokzatos kontinensen éltek, vagy élnek. Ezen a rejtélyes térképen láthattok egy szarvút, szárnyas oroszlánt, egy puputevét és más mesebeli lényeket. Éppen azokat a mitikus lényeket, amelyeket nem csak a mesékben, hanem az ősi legendákban, krónikákban és regényekben is említenek. Kiderül, hogy ezek a lények egyáltalán nem kitalációk. Ha az ezen a képen látható egyszarvú vagy szárnyas oroszlán valószínűleg Ausztráliában él, akkor feltételezhetjük, hogy más lények is létezhettek vagy léteznek most is a Föld egy elzárt részén vagy más kontinenseken, amelyekhez az átjárás Ausztrálián keresztül vezet. Az ausztrál őslakosok beszámolói egy titokzatos lényről, a Burrunjoe-ról is szólnak. Ez egy óriás gyík, amely kengurukat eszik. Néhány szemtanú szerint a Burrunjoe két hatalmas lábon mozog, és akár 8 méter hosszúra is megnő, félelmetes üvöltése pedig több száz méterről is hallható. Az egyik említés 1985-ből származik, amikor hirtelen egy elhaladó autó útjába lépett, és megpróbálta felborítani azt az utasokkal együtt.
bár megbízható fényképek nem állnak rendelkezésre az ausztrál kontinenseme félelmetes lakójáról. A rövid leírásból egyértelmű, hogy a bőröngyor a ragadozó dinoszauruszok valamelyik fajához tartozhat. Könnyen kiderülhet róla, hogy egy velociraptor vagy egy tyrannosaurus. Figyelemre méltó, hogy egyes kutatóknak sikerült viszonylag friss nyomokat találniuk ettől a lénytől, amelyek egyértelműen hasonlítanak egy ragadozó hátsó lábainak nyomára. Egy másik ausztrál rejtély a Hook-szigetekhez kapcsolódik. A sziget a Queensland állam partjainál található Whitsunday-szigetek egyike. Szinte lakatlan, a buja növényzet miatt nehezen járható, és majdnem teljes egészében a Whitsunday-sziget nemzeti park részét képezi. Korábban turisztikai célpont volt, jelentős turista látványosság. Mára azonban lezárták a turisták elől. Elég furcsa ez is, nem igaz? A Hook-szigetet csak az a pár ember látogatja, aki a különböző emberépítette tárgyakat tartja karban. Az ausztrálok körében él még a legenda, egy bizonyos Hook-szigeteki tengeri szörnyről. Robert Leszerrek helyi férfi, családjával és barátaival hajózni ment a sziget közelébe. Egyszer csak egy hatalmas lényt vettek észre a vízben, az egyik öbölben. Úgy tűnt, hogy a jószág a sekély vízben pihen. Robertnek sikerült néhány képet készítenie róla. Robert egyik barátja úgy döntött, hogy leugrik a hajóról, hogy jobb képet csinálhasson erről a fura lényről, de az hirtelen elkezdett feléje közeledni, és a férfinak vissza kellett másznia a hajóra. A tengeri szörny úgy nézett ki, mint egy óriás ebihal uszonyok nélkül, sötét és sima bőrrel. Ugyanakkor a szemei jól látszottak a feje tetején. Azt egyelőre nem tudni, hogy a Hook-szigeteki szörny valóban létezik-e, de nem véletlen, hogy, mint említettem, a helyet lezárták a turisták elől. Érdemes megemlíteni még egy ausztrál érdekességet, a megalodont. A megalodon egy óriás cápa volt, amely elérte a 14-16 méteres hosszúságot is. A tudományos adatok szerint körülbelül 3 millió évvel ezelőtt kihaltak a tengerekből és az óceánokból. Azonban van egy Ausztráliából származó megalodonra való utalás, egy Port Stevens nevű településről. Ez a turisztikai hely rendkívül népszerű volt a horgászat szerelmesei körében. Egy 1918-ból származó cikkben egy hihetetlen méretű cápáról írnak, amely megtámadott halászhajókat, megette az összes kifogott halat, és a halászok vízi járműveit is szilánkokra törte. Ugyanezen archív feljegyzés szerint az óriás cápa fehér színű volt, és a mélysége szörnyetege körül a víz szó szerint forrongott. 2018-ban a szakértők teljesen megdöbbentek, amikor egy sziklából kiálló kövületre bukkantak. Egy Victoria állambeli strandon egy hatalmas fogra bukkantak, amelynek mérete megdöbbentően nagy volt. Nehéz volt elképzelni, hogy egy ekkora fogakkal rendelkező élőlény maga mekkora lehetett. A későbbi kutatások során kiderült, hogy nem csupán egy fosszíliáról volt szó, hanem egy 17 cm hosszú fogról, amely a megalodon néven ismert óriás cápához tartozik. A nagy fehér cápáról már rengeteg információnk van. De képzeljétek el a tudósok meglepetését, amikor egy kétszer akkora fogat fedeztek fel, mint az óceánok eddig ismert bármely más lakójának foga. A tudósok kutatásaik során az említett partszakaszon összesen 40 fogat találtak, ami igazán egyedülálló felfedezésnek számít. Kedves nézőim! Még a megalodon évmilliókkal ezelőtt élt, addig ez az óriás földigiliszta most él Ausztráliában. Első példányát 1878-ban fedezték fel, a Victoria állambeli Gippslandben. Vasútépítők bukkantak rá, és sokkolta őket a látvány. Eleinte azt hitték, hogy egy óriás kígyóval van dolguk. Mivel nem voltak felkészülve egy ilyen találkozásra, a munkások elküldték az állat egy példányát a Melbourne-i egyetemre, ahol a szakértők tanulmányozták és feljegyezték az Ausztrál Zoológiai Irodalom lapjaira. A faj a Bass folyó környékén endemikus, és akár 3 méteresre is megnőhet, ezzel igazi rekordernek számít. Lenyűgöző mérete ellenére az ausztrál földigiliszta ártalmatlan, nincs benne semmi olyan, ami az emberre nézve veszélyes lenne. Az óriásnak nem csak a mérete, hanem furcsa, gurgulázásra emlékeztető hangja is feltűnő. Figyelemre méltó az is, hogy nem csak méreteiben, hanem szokásaiban is különbözik távoli rokonaitól.
Az ausztrál földigilizte a föld alatt él, és csak akkor jön a felszínre, amikor a nagy esőzések elárasztják az otthonát. Szaporodásukat tekintve hermafroditák, és az élettartamuk épp oly grandiózus, mint a méretük. 10-12 év. A gondosan és türelmesen szaporodó óriásgiliszták évente csak egy petegubót hoznak létre. Születésekor az utód legalább 30 cm hosszú, és minden évben további 15-20 cm-t nő. Sajnos a modern kor kegyetlenül elbánt ezekkel az óriásférgekkel is. A mezőgazdaság fejlődésével és a vegyszerek használatával széles elterjedési területük Ausztrália déli részén egy mindössze 400 km-es zónára zsugorodott. A környezetvédők azt kérik, hogy a termelők vigyázzanak a talajok állapotára, mivel az óriásföldi giliszta nagyon hasznos, és nem akarják, hogy újabb kihalófélben lévő faj kerüljön a biológiai tankönyvek oldalaira. Ha ilyen szokatlan állatok találhatók a kontinens partmenti övezetében, akkor talán van egy Jurassic Park is Ausztrália fala mögött, ahová a gazdag emberek extrém szafarira mehetnek. Vagy talán csak úgy döntöttek valakik, hogy ott tartják a túlélő reliktumokat kísérletezés és tanulmányozás céljából. Hiszen még senki sem tette fel a kérdést, honnan tudják a tudósok olyan magabiztosan, nem csak a kihalt dinoszauruszok pikkelyeinek színét, hanem nagyon pontosan le tudják írni szokásaikat és viselkedésüket is. Tényleg csak a talált maradványok és csontok alapján? Aligha. Ez azonban csak egy elmélet, és egyelőre még több a kérdés, mint a válasz. Ti mit gondoltok erről? Írjátok meg kommentben! Mára ennyi volt, kedves nézőim. Kattintsatok a like-ra, ha valami újat tanultatok a videóból, és írjatok hozzászólásokat is. Hamarosan ismét találkozunk. Addig is, sziasztok!